Egy rendhagyó év után továbbra is kihívásokkal kell küzdeni Kálló Semjénben. Ehhez 815 millió forintos költségvetés áll az önkormányzat rendelkezésére, mondta el Belica László, a település polgármestere. Kálló Semjén nagyközség önkormányzata elfogadta a költségvetését hiány nélkül 815 millió forintos bevétellel, illetőleg kiadással. Az idei év egy olyan rendhagyó év is volt, hogy az önkormányzatunk, illetőleg a polgármesteri hivatalunk működteti, illetőleg felügyeli a délnyírségi kistérséget, tehát ezen költségvetésnek a kidolgozása, kimunkálása is a mi településünk végezte el. Ezt is sikeresen elfogadta a társulási tanács. Az írásos emlékek szerint a 14. században már létező település közigazgatási besorolása 50 éven nagyközség. Az önkormányzati ügyeket pedig jelenleg ebben az épületben intézik a lakosok. A tervek szerint az önkormányzati intézmények még idén átkerülnek a Wolkenstein kastélyba. A mögöttünk lévő épületbe fog költözni a polgármesteri hivatal, amit a helyiek valóban magtárként, valamikor Wolkenstein Oswald kastélyaként ismertek. Ez egy multifunkcionális közösségi épületként sikeresen felújítottuk 2015-ben. Az emeleti rész kialakítása az nem történt meg. Erre sikeres pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu program keretein belül. Több mint 50 millió forintot nyertünk, és az idei év végére szeretnénk átköltöztetni a polgármesteri hivatalt. Abból azokból kifolyólag is, mert a nagyközség által ránk testelt feladatok elvégzéséhez nagyobb helyre, térre van szükségünk, és egy 21. századi közösségi teret, községházat szeretnénk kialakítani. Kálló Semjénben idén is folytatódnak a közútfejlesztéssel kapcsolatos beruházások. Már meglévő belterületi aszfaltburkolatokat újítanak majd fel, valamint egy külterületi kerékpárút is elkészül, amely a települést Mária Póccsal fogja összekötni. Tavaly év folyamán a belterületi szakaszon, Kálló Semjén belterületi szakaszán kialakításra került a kerékpárút, és a TOP plusz forrásain belül sikeresen pályázott az önkormányzatunk több önkormányzattal karöltve, abból azokból kifolyólag, hogy a külterületi részen Kálló Semjén és Mária Pócs között összeköttetésbe kerüljenek a kerékpárút hálózatok. Ennek a tervezési szakaszában vagyunk, bízunk benne, hogy maga az engedélyezés is mi hamarabb végig tud menni, és ezt követően a fizikai megvalósításra tudunk lépni. Belterületi szakaszon pedig a úthálózatunknak a felújítását fogjuk elvégezni. Ez is TOP plusz keretein belül 100%-os finanszírozás mellett több mint 80 millió forint értékben. Az idei év turisztikai attrakciója a 125 éves görögkatolikus templom rekonstrukciójának befejezése lesz, amellyel kapcsolatban Orosz István esperes elmondta, sokan kérdezik tőle, miért maradt fehér a templom szentélyének külseje. A válasz pedig az, hogy a templom ezen része még az Árpád korból maradt meg. Ez a templom ugyanazon a helyen a negyedik templom, amelyben most vagyunk. Írásos emlékek szerint 1319-ben itt már Szent Miklós tiszteletére kőből épült templom állott. Ennek a középkori templomnak a falai a szentélyt övezik körbe, és a felújítás kapcsán kívülről láthatóvá kerültek azok a régészeti feltárások, ahol körablakot, középkori lőrészszerű ablakot kőkerettel találtak meg, és ezeket helyreállították. Ugyanazon a helyen ez a negyedik templom. Kálai Ferenc 1760-as években az akkor teljesen elnéptelenedett településre Romániából telepített be 70 görögkatolikus családot, és akkor a teljesen összedőlőben lévő templomot átadta a görögkatolikusoknak, és azóta a görögkatolikus közösség használja ezt a templomot. Orosz István parókus azt is elmondta, hogy a műemlék templom külsejére nemrégiben került ki két ikon, és hogy a helyi lakosok a templom korszerűsítésének köszönhetően hallhatják a pontos óraműszerkezettel összekötött harangütéseket is. A templom belsejében felújították egyebek mellett a karzatfeljárót, az elektronikai hálózatot és restaurálták a mennyezeti szekkókat is. Mindezt hamarosan a gyülekezet és a turisták is megcsodálhatják. Pénteken este még a Kálai kápolnában fogjuk az előszenteltek liturgiáját végezni, viszont szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
újra szeretnénk jelképesen is, de már birtokba venni a templomot, és a későbbiek folyamán pedig az érintettekkel és az egyházunknak a vezetőivel, püspök úrral egy ünnepélyes átadást és szentelést is szeretnénk majd megejteni. Az esperes azt is elmondta, hogy a Magyar Falu program támogatásával a templom melletti közösségi ház is meg fog újulni.